hogy... Néhány utolsó simítás és kész a bicikli a hosszú útra. A napokban több mint 200 kilométer vár a Turi Vitézlő Oskola tagjaira, akik a közelgő nemzeti ünnep alkalmából kerékpárral indultak Budapestre. Nem kifejezetten a sportélmény az, amit számottevő, hanem inkább egy közösségi kaland, mert napi 100 kilométer fogunk biciklizni. A sajátossága az, hogy korhű kerékpárokkal lehetőségekhez képest, és korhű viseletben tesszük mindezt, és egy kicsit az itthon maradottak tiszteletére is, méghozzá azért, mert hogyha mindenki elmenekül, akkor nem építenek nekünk itt ilyen hazát, ahol most mi szépen boldogan élhetünk. Az 56-os emlékútra 8-an vállalkoztak, a korhű viselet pedig minden kerékpárosnak kötelező volt. Nagy Attila a szomszédjától kapott egy öltözetet. Az óvodában volt a Dadáma néni, akivel egy utcában lakok, és megkérdeztem tőle, hogy Margit néni nincs-e véletlenül egy ruhája férjének a ruhái közül, és azt mondta, hogy körülnéz, és megtalálja. És talált egy ruhát, be volt csomagolva, és kapott, és mindenféle papír hozzá volt, hogy hol készült, mikor készült, minden, egy tűzoltó ruha. Az indulásnál Nagy Ottó is ott volt, aki személyesen vett részt az 56-os forradalomban. A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Nagykanizsai Szervezetének elnöke Orbán Nándor csapatában volt ifjúsági asszisztens. A gépgyárban dolgoztam, mint gyakornok, és ott beválasztottak nemzetőrnek, és úgy kerültem a nemzetőrséghez, és ott végig voltunk abban a pár napban. Nagyon kedves és tisztességes parancsnokunk volt Orbán Nándor, úgyhogy nagyon szép emlékek fűződnek, és nagyon büszke vagyok a fiatalokra, akik most a mi tiszteletünkre végkerékpároznak Budapestre. Ez ritka, mert ők ugye nem voltak részesei az 56-os forradalom és szabadságharcnak, és mégis veszik a fáradtságot, hogy az emlékeiket megőrizzék. A hagyományőrző kanizsaiak úgy tervezik, október 23-án érkeznek a fővárosba, ahol az ünnepi megemlékezésen is részt vesznek.